megint csak az a terület, amiért a pedagógusok nem kapkodnak. Tehát mentálisan, lelkileg, emberileg is nagyon-nagyon nehéz terület. Ezt a fejlesztő pedagógus munkájáról mondja, amikor fogyatékkal élők közt egy bentlakásos otthonban dolgozott. Ám ha végignézzük Timi életének főbb állomásait, szinte mindegyik pontosan ilyen volt. Itt kutyáival épp másodikosokkal kedvelteti meg a matematikát és a nyelvtant, ám eddig a speciális napköziig hosszú út vezetett. A legfontosabb lépés mégis a kutyával való biztos kapcsolat kialakítása volt. Akkor nekem már megvolt a kutyám, Zserbó, és vele kezdtünk el kutyaiskolába járni, és akkor vizsgázott le az első terápiás kutyapáros az egyesületben, ahol mi jártunk kutyaiskolába, és gondoltam, hogy milyen jó lenne a terápiás kutyát bevinni ebbe az intézménybe, ahol én dolgoztam fejlesztőpedagógusként, és fantasztikus dolgokat láttam, hogy egy kutya milyen ajtókat nyit meg. Hogy olyan ellátót szólalt meg, akiről a gondozói azt sem tudták, hogy tud beszélni, amit a kutya indított el, hogy gyerekek sétáltak a kutyával, akiket nagyon nehéz volt mozgatni, hogy idősebb emberek meséltek olyan családtagjaikról, hívott elő olyan emlékeket, amiről senki nem tudott egészen addig. És igazából akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt én is szeretném csinálni, én is szeretném, ha lenne terápiás kutyám. Zserbóval 2017-ben tettünk terápiás vizsgát, minden kritériumnak meg kell felelnie, hogy ő intézménybe mehessen dolgozni. Amikor Timi és Zserbó megszerezte a terápiás végzettséget, már látszott, hogy valami életre szóló született. Így került a látótérbe az akkor még kölyök Mangó, akit már Timi képezett ki. Vannak helyek, ahová heti szinten járunk be intézményekbe, például kórház gyermekosztályán gyermekrehabilitációban lévőket segítünk, iskolában járunk be tanórákon motiválni a kutyákkal. Körülbelül egy éve jött a lehetőség, hogy én is elindulhatok a saját utamon, és megnyithatok akár egy saját helyet, ahová várhatom a gyerekeket én magam is. És így lettem igazából a köztudatban a kutyás lány, aki elindít egy ilyen alternatív napközbeni gyermekfelügyeletet. Timi úgy érzi, megtalálta azt, amivel mindig is szeretett volna foglalkozni. És hiszi, hogy minden, amit valaha csinált, kellett ahhoz, hogy ma itt tarthasson. Ha nem kezdek el dolgozni a fogyatékos személyek otthonában, akkor nem találkozom azokkal az élményekkel, amit egy terápiás kutyával át lehet élni, mert laikusként nincs erre lehetőség. Ha nem dolgozok annak idején a büntetés végrehajtási intézetben, friss diplomásként nem vesznek föl a szakiskolába, mert azt gondolják, hogy engem megesznek reggelire azok a kamasz fiúk. Ha nem dolgoztam volna annak idején az iskolában, akkor nem jövök rá, hogy én nekem a kiskamasz, kamaszkorú gyerek az, akivel én igazán megtalálom a hangot. A hangot ezúttal is sikerült megtalálni, a gyerekek igazán élvezték a rendhagyó órát. Igen, a számolást és a szótagolást. Nagyon különleges, nagyon tetszik. A kutyák nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon jó velük, mert nagyon értelmesek és okosak. Kutyáktól eddig féltem, de most már megbarátkoztam velük ezzel a két kutyával. Timi a jövőre vonatkozóan is tele van tervekkel. Szívesen dolgozna más területek szakembereivel, akik hasonlóan elkötelezettek abban, hogy mindenféle gátakat feloldjanak kisebbekben és nagyobbakban egyaránt. Legyen az akár tanulási, kommunikációs vagy más jellegű probléma. A kutyás lány hisz abban, hogy négylábú barátai segítségével minden megoldható.